Sziasztok, Zaglóba vagyok. Egy újabb Napóleon módot szeretnék bemutatni. Úgy döntöttem, hogy mostantól, hogyha mód bemutatókat fogok csinálni, akkor először is egy telepítés, meg elérhetőség úgymond segédlettel fogom kezdeni, mert úgy vettem észre, hogy elég sokaknak gondot okoznak bizonyos telepítések. Hát ez egy olyan mód lesz, aminek a telepítése abszolút nem okoz gondot szerintem. A lényeg, legyen fönn a gépünkön a Napoleon Total War. Aztán, maga a mód ugye a Napoleonic Total War 3, 4.0, ez nemrég jelent meg, pontosan, meg nem mondom, május 31-én, igen, körülbelül május 31-én jelent meg, de ott még volt egy kis csúszás. Ez egy nagyon komplex mód az a Napoleon Total Warhoz, rengeteg egységgel. Itt láthatjátok, hogy 76 új egységet pakoltak be, 9 új térképet, 2 új történelmi csatát, rendkívül jó multiplayer lehetőségeket, 6 új frakció is szerepel benne, aztán tényleg rendkívül kidolgozott módról van szó. Minden leírást itt találtok meg, tehát Total War Center, Napoleon Total War, Napoleon Total War, Hosted Modifications, Napoleon Total War 3, és azon belül is ugye a 4.0 megjelent fórum részen érhetitek el. Letöltés, itt van. Na most ez a HB pack, ez tulajdonképpen egy multiplayer pack. Nem kell a single playerhez. Láttátok, hogy sokkal kevesebben is töltötték le. Ez egy ilyen multiplayer kiegészítő, ez is elég érdekes, meg ki fogom próbálni. Ami a lényeg, ezt kell leszedni, ezt a main pakkot. Pillanatok alatt lejön, ugye másfél gigáról van szó, hát nekem 30 perc alatt lejött, azt, ha jól emlékszem. Egy ilyen telepítőt fogtok kapni, ez csak annyi, hogy elindítjátok, ugye a futtatás elég sokáig tart, míg elindul, ha jól emlékszem. Mindegy, az a lényeg, hogy semmit nem kell rajta állítani, igen, itt van. Ez egy másfél gigás telepítő, és körülbelül 1,6 gigabájtot telepít, szóval nem kell nagyon vele foglalkozni. Ami a lényeg, most ez nem tudom, most elindult vagy nem indult, nagyon lassan indul el, tehát percek, sőt, talán 5-10 perc, mire elindul ez a telepítő, elég érdekes egyébként. Fogtok kapni egy ilyen parancsikont, itt van ez a Napoleon Total War 3 parancsikonja, most nem tudom, miért nem indul el. Tényleg lassú, de úgy gondoltam, hogy a második rányomásra már azért gyorsabb lesz. Közben iszok. Csináltam magamnak egy kis szabadidőt erre a hétre. És hát csinált nekem az időjárás. Meg a hétfői hidegfront. Úgyhogy meg most is elég szar idő van, itt láthatjátok is. És közben lehet látni azért, hogy valami mozgó. Igen, igen, itt a telepítő. A telepítővel tényleg semmi. Annyi, hogy elfogadjátok a feltételeket, itt láthatjátok, hogy 1613 megabájtot fog telepíteni. Pontosan oda a települőba kell, tehát nincsen vele semmi gond. Simán telepítitek, amint megvan a telepítés. Ezt hova rakjam ide. Amint megvan a telepítés, megkapjátok ezt a parancsikont. Ez a parancsikon elindításával, ugye most nekem nem fut a Steam, úgyhogy meg kell várni, míg elindul a Steam, ami megint egy katasztrófa. Az a lényeg, hogy egy launcherrel indít ez is, tehát egy betöltővel, így van. Egy ilyen betöltőt fogtok kapni, ezt ki lehet rakni, most gyönyörűen kirakta nekem nagy képernyőbe. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt látjátok, hogy ez 4.0.
ezt a HB pakkot is rá kell húzni. Én nem értettem, hogy mi a szerepe még. Majd ki fogom próbálni, és akkor arra csinálok egy külön videót. Van ez a War in America, ezt nem próbáltam, én egyelőre a Napoleonic Total War... hol van? Igen, én ezzel játszottam, ezt az NTV 3 kampánynyel játszottam, ugye itt a multiplayer, történelmi csaták külön, tengerészet, multiplayer, tengeri csaták külön, és van ez a War in America, majd ezt is ki fogom próbálni, erről lesz külön videó. Az a lényeg, hogy itt mindent elértek, tehát itt lehet a script fájlokat moddolni mindent, ha valaki akarja, természetesen én nem nyúltam bele, egyedül a scripten állítottam a preferences fájlba, ugye a multiplayer-t állítottam 1.5-re. Sajnos még mindig processzor gyengeséggel küzdök ezekkel a játékokkal, sajnos a 600 fős zászlóaljakat nem nagyon szereti még az i3-os proci, úgyhogy mindenképpen meg kell várnom, míg megint az i5-ös, az majd év végéig valamikor befut. Úgyhogy lesz, ja itt le lehet húzni, no? Ja, ott nincsen megcsám azért ekkora, oké. Egyébként ez a Lords Modi kollektív modder csapat csinálta, zseniális alkotásokat raktak le szerintem az asztalra. Innen az a lényeg, hogy innen, hogyha valamire rányomtok, ebből az ötből kapásból belép a játékba. Tehát én ezért most nem fogok rányomni. Na, hát ennyi lenne a telepítéssel, meg a launcherrel. Tényleg rém egyszerű, nem egy Darts mod launcherre kell itt felkészülni. Nem kell, szerintem nagyon jól működik a mód, és akkor nézzük is meg, szerintem, hogy hogyan, milyen maga a játék ezzel az NTV 3 kampánnyal. Na, tehát akkor lépjünk be. Hoppá, valamit majdnem elfelejtettem. Nos, innen nem egyszer a játékba kerülünk, hanem még újabb választási lehetőségeket kínál nekünk a launcher. Ugye választhatjuk a single player, az 1805-ös koalíciókat, itt 20 frakciót választhatunk. Választhatjuk mi, Bajorországot, illetve Württemberget, illetve az ottománokat, illetve itt külön egy multiplayer kampányt is indíthatunk. Na hát én most ezt a koalíciós single player kampányt fogom bemutatni elsőre, ugye ahol a 20 frakció közül választhatunk a harmadik koalíció alatt. Jó, tehát akkor most nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi, hogy milyen is, milyen lehetőségeket rejt magában ez a mód. Na kérem szépen, és itt is vagyunk a Napoleonic Total War 3 módban, amit ugye, mint mondtam, én az 1805-ös harmadik koalíciós single player, tehát egyjátékos kampányból indítottam, tehát a koalíciós kampányra kell itt rámennünk. Itt vannak a választható frakciók, Mecklenburg, Hessen, Dánia, Svájc, Szicília, Batáv köztársaság, Svéd királyság, Szardínia királysága. Jól mondtam? Igen. Pápai államok, Nápoly, Portugália, Szászország, az itáliai királyság végül is, a francia birodalom, az osztrák császárság, az Egyesült Királyság Nagy-Britanniával, az oszmán-ottomán birodalom, Spanyolország, az orosz birodalom és ugye a orosz királyság. Hát stílusosan, mivel ez mégiscsak egy Napoleonic Total War, ezért nézzük meg a... Hát nyomjunk egy historikát, és nézzük meg Napóleont. Eszméletlenül gyönyörű a játék, vagy hát a mód. Olyan szintű egységek kerültek bele, hogy valami elképesztő, tehát... Szerintem magasan az egyik legjobb Napóleon mód. Hát a Great War ugye... Hát a Great War is egy nagyon jó mód, de ugye egész más korszak, tehát azért nem vonom össze a kettőt.
és már jön be nekem ez a shoguni beidegződés, hogy a megpróbálom forgatni a térképet, de ugye itt még nem lehetett. Tulajdonképpen itt ugyanazt kapjuk. Megfigyeltem, hogy elég sok videón van, többször mondom, hogy tulajdonképpen úgy látszik, hogy ez az én kedvenc szavam. Na hát itt kapásból kaptunk egy tudóst, akit ugye be is küldünk az iskolába. Ugyanazok a fejlesztések érhetőek el, hát én általában logisztikára szoktam rámenni. Itt a franciáknál igen jött ez. Ez valami eszméletlen, hogy egy ilyet is beraktak. Beraktak azért érdekes kis dolgokat. Itt a franciáknál vannak többféle. Vagy csak én nem emlékszem rá az alapjátékból, nem tudom. Na kérem, tehát, ugye a szokásos Napoleon kampánytérképet kapjuk. Nem bugos, abszolút nem bugos, tehát a Great War, ne aggódjatok, egyébként lesz Great War videó, de nem mostanában, kivárok vele. Szeretném, hogyha azokat az idegtépő bugokat, amiket sikerült a 4.6.1 után újra visszahozni, hogy azt töröljék ki, vagy javítsák ki, mert annyira vártam a Great War-t, hogy most egy kicsit kiábrándultam belőle, hogy ilyen lett az 5.1.4. Tényleg el kell jutni az 5.5-ig, hogy jó legyen, vagy az 5.4-ig legalább. Szóval lesz még, ne aggódjatok, Napoleon Great War mód. De egyelőre ez a mód nyert el a tetszésemet. Ugye a Masters of Europe készülget, újabb, három újabb frakció jelent meg hozzá nem olyan régen, úgyhogy az is majd visszatérő elem lesz. Na, és tényleg, és nézzétek meg, hogy valami elképesztően gyönyörű egységeket raktak be. A leírásokat nagyjából átböngésztem, mint hogyha egy történelem könyvet és történészek előadásait hallgatnánk, vagy olvasnánk végül is. Tényleg zseniális. És nézzétek meg az egységeket, tehát gyönyörű szépen ki vannak dolgozva, és tényleg ilyenek. Ja, és megszüntették az ágyuk fölény, az ágyuknak, a tüzérségnek a rendkívül nagy fölényét a Napóleonban. Látjátok, hogy egy tüzérség alakulat két ágyúval rendelkezik. Itt lehet látni, hogy kicsit megvariáltam az egységszorzót, kicsit nagyobbak az egységek, mint szoktak lenni. Az a baj, hogy nem tudtam úgy belőni, hogy pontos szám legyen itt, úgyhogy ilyen töredék, olyan 369, meg ilyen, ezt nézzétek el, most ezen megpróbálok változtatni. Szóval rendkívül jó ez a mód. Na, volt is őrök például, aztán lövészek, ugye fusiliers és zászlóaljakkal van dolgunk, tehát hogyha valaki fölteszi kettesre a multiplayer szorzót, akkor nagyjából ilyen zászlóalj környékén 6-700 emberre be tudja lőni az egységlétszámokat. Ha nem bírja el a procia, a videokártyája elbírná, de a procia nem, hát akkor vegye le a grafikát, vagy vegyen vissza egy kicsit. Svájc, szövetséges, nem? Szövetség. Kivel állok háborúba? Poroszokkal is még. Jó, azt hiszem Ausztriával, igen. Ausztriával és Oroszországgal egyértelmű, hogy háborúban állok. Igen, a harmadik koalícióról beszélünk, és természetesen Angliával. Tehát itt a poroszok semlegesek. Nézzük meg, hogy kötnek-e velem szerződést, és természetesen kötnek. Könnyű diplomácia, elég jól megvan oldva. Én legalábbis, amit tapasztaltam. A bevétel forrásaink rendkívül alacsonyak, tehát az elején nagyon oda kell figyelni, hogy mit, hova, merre, meddig. Gyönyörű, gyönyörű játék. Hát a hajócsatákról még nem tudok nyilatkozni, nem játszottam még, de ki fogom azt is próbálni. Bármint tudjátok, nekem a hajócsaták igazán nem nagy szívszerelmeim, meg nem nagy kedvenceim, de hát majd lesz az is. Massena. Messzéna, vagy hogy kell mondani, őt láthatjuk, egy legendás tábornok volt. Oui, monsieur. Itt van Ney, Michel Ney, marsal. Igen, lovassági parancsnok. Aztán itt van maga Napóleon. Zseniális alakulatok. A mamelukok, ugye a Napóleon testőrségéhez tartoztak.
testőr alakulatai. Hihetetlen, tehát annyira ki vannak dolgozva ezek. És ilyenek a csatába is, tehát gyönyörűek, gyönyörű egységeket. Végre elérkezett a Napóleon Total War arra szintre, ami mindig elmondom ezt, hogy tulajdonképpen, megint a tulajdonképpen, hogy a Total War immár egy motorrá alacsonyodott le. Tehát én önálló játéknak már nem tudom tekinteni a Total War szériát, de a Rome 2-n kívül szinte az összes része játszható volt egy bizonyos ideig szintig az alapjáték is. Én mondjuk egyiket sem, tehát a Shogun 2-t amikor megvettem, játszottam vele 30 órát az alapjátékkal és kapásból szedtem le mindenféle modot. A leghosszabb, amit játszottam Total War játékkal, ugye az első kettőt nem számolom bele, ott nem volt még annyi mód, bár voltak utána ott is. De ugye abban az időben még nem volt annyira a moddolás szükségszerű. Például a Medieval 1 moddolása szinte teljesen felesleges volt. Jó, egy idő után azért ott is lehetett gondolkodni dolgokon. Szóval az Empire volt az egyetlen, meg a Napóleon, amivel úgy játszottam sokat, hogy nem moddoltam. Semmilyen, még egy kis, akármilyen kicsi módot se raktam föl. Szóval... De a Shogun 2, a Rome 2 már alapból. Csak a Shogun 2-t még elvitte a hátán az, hogy nem gyerekeknek csinálták. Na de ennyit a Rome 2 gyalázásáról. Aztán nézzétek meg, gyönyörű vadászalakulatok, gránátos, mi ez? Hát lövészek, sorgyalogság tulajdonképpen ez. Aztán volt is őrök, ugye könnyű gyalogság. Szintén lövész. Nemzeti gárda. Veteránok. Aztán... gárdalovasság. És oda van írva, hogy milyen a csapat neme, tehát eszkadron, tehát látjátok, hogy csak 96 ember van benne, míg az ezredben 216, jó, ez egy kicsit el van. Ugye, nem, hát most egy eszkadronból ezredben volt 8 vagy 10, nem tudom, tehát azért egy 1000 fős ezrednek kéne lenni lovasságból, de hát ugye ezt nem sok embernek a számítógépe bírja el. Ha minden igaz, akkor nekem télen olyan gépem lesz, ami el fogja bírni az 1000 fős gyalogsági alakulatokat, és tényleg végre egy kicsit magasabb szintre tudom emelni ezeket a bemutatókat, és nem lesznek röcögések, nem lesz akadás, nem lesz semmi. Maga a játékról, hát most tényleg csak bemutató szinten, hogy lássátok, hogy milyen egységek vannak, tehát teli van új egységekkel kidolgozás terén, úgyhogy... És ezek benn voltak az alapjátékban, csak nézzétek meg, hogy milyen szépen átdolgozták, hogyan kibalanszírozták az egészet, tehát nincs az az érzésünk, hogy valami fölényben van, rengeteget dolgoztak rá, tehát hiszem írta is a mód készítője, hogy 4 év kellett, mire úgy ő szerinte ezt az majdnem tökéletes módot össze tudták rakni. És még ő maga nyilatkozta a fórumon, hogy még ez se tökéletes, Davut Marshall. Több Marshallom nincs, valahol még kéne lennie. Hát ugye majd megjelennek egy idő után. Na és akkor nézzük meg, hogy vannak a flottáink például, ugye van a 3 ügynökünk. Régiók, van 2 flottánk, ott van Villeneuve. Ugye Trafalgárnál majd találkozunk, vagy hát Trafalgárnál találkozhatunk a nevével. Akkor mondom Nelson is persze, hogy benn van az angoloknál, itt a briteknél. Zseniális, a tengeri blokádot az angolok olyan szinten megvalósítják, hogy ez hihetetlen. Itt egy spanyol flotta, ugye a szövetségesünk. Mi lezárjuk Trafalgárt majd el fogom foglalni. Trafalgárt? Hopp, miket beszélek? Gibraltárt?
Ugye valaki mondta a Great War-ban, hogy kihagytam Gibraltárt, na most ebben a korban Gibraltár sokkal nagyobb jelentőségű, mint az első világháborúban, én szerintem, bár azért az első és második világháborúban is Gibraltár szerepe azért elég nagy volt, bár közel sem olyan szintű szerintem, mint ebben a korban. Tehát a birodalmi háborúk utáni, tehát tulajdonképpen Napóleon korában a Gibraltár szoros szerepe még, ugye Herkules oszlopainak szerepe még nagy. Elképesztő, imádom a Napóleon térképét, tehát olyan szintű, hát komolyan mondom, a Róm 2 sehol nincs ehhez a térképhez. Eszméletlenül szép, kidolgozott, vannak kis települések. Nem értettem, még mindig nem értem a Róm 2 koncepcióját, a település szerkezet meg a földrajzi ilyen megvalósítás terén. Sokkal több kis települést vártam a Róm 2-ben, mondjuk körülbelül egy ilyen Napóleon szintet, vagy még a Shogun 2 szint esetleg, bár ott sem lehetett ugye. Vagy hát azért a Shogun 2 már lehetett érezni, hogy milyen irányba megy el a sorozat, de ott még ez egy tűrhető volt. De tehát szerintem ez a Total War játékok legtökéletesebb térképe, mindenféle szinten, tehát valami elképesztően gyönyörű. És ugye itt normálisan meg vannak csinálva az évszakok. Tényleg ez a zseniális játék a maga nemében, szerintem a Napóleon Total War. Szerintem egy legkiforrottabb és legtökéletesebb Total War játék. És ezzel a móddal meg tényleg most ne haragudjatok meg, nem nagyon mutogatok meg semmit, úgy próbáljátok ki, ezt a modot ki kell próbálni. Tehát, de csak olyanok tényleg grafikát vagy nem tudom, ezt nagy egységlétszámokkal, ezt a modot egy olyan 4-500 emberes zászlóaljakkal, meg olyan 200-300 fős lovas alakulatokkal, és tényleg az ágyuk szerepe megvan, ugyanúgy megvan, de több ágyút kell vinni, ha jót akarunk, mert látjátok, 3 ágy van egy ütegben, tehát na mondjuk aztán itt már van a Grand Battery például, a nagy üteg, ahol 10 ágy van, igaz, 1000, mennyi? Nézzétek meg, 4664. Tehát valami észveszejtő ára van. Igen, ez az. Igen, és 500 a fenntartás, és 10 ágy van benn. Napóleon 12 fontosai, és ugyanilyen van az osztrákoknál, de az többben csak 3 ágyú van. Sőt, az osztrákoknál a legtöbb ütegben csak 2 ágyú van. Ugye a franciáknak a tüzérség, vagy hát Napóleonnak a tüzérségről alkotott elképzelései miatt volt több ágyú egy ütegben, mint más hadseregekben. Ugye ezt vette át később Bem József is, ő is Napóleon tartott a legtehetségesebb tábornoknak. Még az ő korában is, pedig akkor már Napóleon 28 éve, 29 éve halott volt, 28, 1821-ben halt meg, ha jól tudom. Szóval fantasztikus mód, és tényleg a hajókról is én a fórumon, tehát hihetetlen jókat olvastam, hogy milyenek. Na, de hogy most tényleg milyenek ezek a hajók, nézzük meg egy csatát, de mondjuk akkor nem ilyen csatát kéne, nem? Mi legyen? Sorsoljak? Hányszónak után bejöhet, nagy cím, hogy ére ugye tudsz az egér. Fúss! Legyen egyelőre egy szárazföldi csata, szerintem. Egy mondjuk Hamstreeten. Nem, egy Gressin. Oké. Large. Legyen egy Light Rain. Nem kell Afternoon, legyen Hard Canting. Na, és akkor de nézzük meg a franciákat. Rendkívül sok egység, be se tudom mutatni. Az angoloknál is valami hihetetlen számú egység ahhoz képest. Jó, nem egy Dark Mode, de hát a Dark Mode-ban sincs, Napóleon Dark Mode-jában sincs ennyi. Tehát sokkal több egység. Mondjuk a franciák ellen stílusosan, akkor menjünk
az osztrákok ellen. Így van. Na nézzük meg, milyen egységekkel tudunk itt vigészkedni. Azt mondja, ez egy elit egység, 57. ezred. Tengerészgyalogság. Ez egy légió. Nemzeti gárda. Rajnai nemzetőrség. Ez is egy nemzeti gárda. Ez szerintem lengyel gyalogság lesz. Na itt, nézzétek meg, milyen egység. Eszméletlen. Nassau vadászai. Azt nem tudom, ezek a lövészek. Itt lengyel lövészek. Minden volt is őrök. Hihetetlen. Svájci 4. ezred. Hihetetlen. Volt is őrök. 3. svájci ezred. Lövészek. Svájci 1. 2. svájci. Gárda lövészek. Úristen. Veterán lövészek. Nassau. Szinte felsoroltatlan egység. Gránátosok. Sima gránátos. Ezek akkor, ezek lengyel gránátosok lehetnek. Szóval elképesztő egységdömping. Lovasságnál is. Huszárság. 5. mamelukok. Gárdalovasság. Elit gárdalovasság. Kurasszírok, van itt minden. Lándzsások, vagy hát ulánusok, aztán megint lándzsások, dragonyosok, lándzsás, van különleges lándzsás, ezek karabélyosok lesznek, karabélyosok, ezek lengyelek, minden van, tehát, és életű az elnök, karabélyosok itt vannak, kurasszírok, akkor az előbb nem tudom mi volt az, itt is kurasszírok. Aztán nézzük az ágyukat, tehát elképesztő. És hol van ez a nagy mendő? Itt van. Grand Battery. Na jó, hát rakjunk be párat. Oké. Nézzük meg a momajukokat. Hát ne haragudjatok meg, csak így teljesség igénye nélkül végigzongorázok. Talán nem rakok be két ugyanolyat, bár majdnem sikerült. Oké, nézzük az osztrákokat. Átszettük náluk azért már kevesebb az egység, de magyar húszárok, végignézhetjük itt is. Náluk külön utászok. Hihetetlen. Bár azt hiszem a franciáknál is ott voltak. Nem. Vagy, de igen, szappör, árkászok. Elképesztően zseniális. Na, nézzétek, külön magyar gránátos. Itt vannak a 4. erődi tiroli lövészek. Aztán német gránátosok. Az alvinci gyalogezred. Ezek is mesterlövészek. Ferenc, 2. Ferenc császár. Ez akkor az első gyalogos ezred. Lövészek. Magyar veterán lövészek. És hát sorgyalogság. Grencerek, tehát előcsatározók. Bajorok. Magyar lövész. Vadász. Német lövész. Határőr alakulatok. Tartaléklövészek Magyarországról. Német tartaléklövészek. Landwehr. Ahol mondjuk honvédség. De van külön magyar-ungár is a milícia. Tehát honvédség is van. Landesschützen. Mesterlövészek. És plényi gyalogezred. És végül a... Mi? Elszarcok. Kár, ezt nem ismerem. Na mindegy. Rakjunk be egy kis párat. Zseniális ez a mód. Itt vannak a készítők. Ők készítették egyébként a modot. Rendkívül ötletes dolgokat csináltak. Ők már a Napoleon Total War-ral. És itt is meg lehet ezt látni.
Egy osztrák kampányt játszottam pár kört. Nagyon jól működik egyébként. Nincsen passzivitás, mint a Great War-ban jelenleg. Szóval fantasztikusan működik. Legalábbis szerintem egyelőre. Na! Betettem a grándot. Na látjátok, három ágyú. Nézzük meg. Ez nem lesz jó, fiúk. Két ágyú. Na hát, ennyit a tüzérségi fölényről. Szóval egyetlen egység van, amiben három ágyú van, az pedig ez. 12 fontosok. Többiben kettő. De nézzétek meg, hogy milyen szép. Jó, hát ugye nálam megint ez a... Már nem tudom, mit vegyek le grafikát komolyan. Sajnos nem, egyszerűen valamiért még egy 650 GT-ig is tud megbirkóznia. Szerintem a proci nem tud egyébként megbirkózni még nekem a napon totálborra, ezt már elmondtam, de rajta vagyok az ügyön. Na nézzük a lovasságot majd. Csak egyelőre ide rakom őket hátra, a vezért egyelőre ide rakom. És akkor sorakoztassuk fel a gyalogságot. Nem tudom, hogy le fogom-e játszani ezt a csatát, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy ne is... Majd ne is nagyon ké... Vagy ne csodálkozzatok, ha nem játszom le, mert már most olyan... Most nem tudom, hogy el... Hogy élvezhetően fog-e futni. Na nézzük! Itt vannak a tengerészek. Most kell lenni több, tehát... Elképesztően szépen. Az első olyan Napoleon mód szerintem, jó a Dartmouthot leszántva, ahol minden egység tökéletesen ki van dolgozva. A randomitás is gyönyörű. Tényleg az... Jó, ez mondjuk a célja érdeme persze, de... Az egyenruhákat azért így megrajzolni. A célja miért nem tudja így megrajzolni az egyenruhákat? Mert nem sok akarja ennyi. Na. Hihetetlen. Hihetetlen. Nézzétek, még a kulacs is ott van rajtuk. Elképesztő. Volt is őrök, ugye könnyű gyalogság. A zászlók, hogy minden. Hát ilyen lett volna az eredeti Napoleon, két kezemet összetettem volna. Vagy nem tudom, szentélyt emeltem volna a céljának. Így is megérdemlik, de azért oda kéne figyelni, hogy ez egy kis erőráfordítással szerintem, főleg a célja anyagi kereteit ismerve, szerintem kis ráfordítással csinálhatnának azért kicsit jobb totálból részeket, kidolgozottabbakat, mert nem kéne egy évente kiadni, meg nem DLC-ket kéne felfuttatni, és akkor lehetne olyan játékot kiadni, Hát az már a kiadás pillanatában jó lenne. Nézzétek meg. Ez. Te cél miért nem csinál ilyeneket? Ez komolyan mondom, hihetetlen. Gránátos. Második öltözőrezet. Ez is könnyű gyalogság. Könnyű gyalogság. Na. Medvebőr kucsmák, hihetetlen. A válszalagok, a várótok, eszméletlen. Nézzétek, valami tökéletes. A napoleoni háborúk a harmadik koalíció csapatainak tökéletes lenyomata a képernyőn. 4 év kellett hozzá a moddereknek. Úgyhogy nem volt rá pénzük, csak szabadidejük, meg energiájuk. Hát... És nem ez a foglalkozásuk. És nézzétek meg. Ez valami elképesztő, amit alakítottak. A füvet kéne levennem, de azt le tudom még venni. Azt már nem. A fű bassza szét a játékot, én már rájöttem a fű. Ugye volt egy olyan játék régen, nem tudom mi volt a cím, Two Words talán? Amiben a fű...
a fű olyannyira, hogyha csak egy minimális füvet felraktam a játékra, de az nagyon régi 2005-ös játék. Egyszerűen semmilyen proci nem bírt vele, az akkori kiváló procik nem bírtak el vele. Na, hát nézzük a lovasságot még. Tehát eszméletlen, tehát... És nem Great War, hogy egyszínű lovak mindenhol, hanem azért van randomitás a lovaknál, és bár fehér ló ugye nincsen, ezt köztudott, tehát a fehér ló, amit mi fehér lónak hívunk, azt már több éve tudom, a szürke lónak hívják szaknyelvben. Lándzsások. Ez elképesztően zseniális. Az első mitást kivettem, úgyhogy kicsit retések az élek, de annyi baj legyen. Itt vannak a mamelukok, gondolom sima kardjuk van. Mi kardjuk sincs. Hol a kard, a köcsém? Ott van né. Aha. Szabja, oké. Gyönyörű. Nem tudok jobb szót mondani erre. 546 lovas, mi ez? Brigád, úristen, kuraszírok, vértesek. Randomitás. Jó, hát a vérteseknél nem volt akkor a randomitásra lehetőség, ugye elit alakulat révén. És abban hát nem nagyon szerették, mondjuk a huszároknál. Huszárt nem is raktam be. Ismét lándzsások. Na náluk egy kis randomitást azért talán fel lehetne fedezni. És nem. Egyforma egyenruhák. Ugye az uniformizálódás ebben a korban szinte tökéletes. Hát Napóleon hadseregében meg aztán pláne. És ki itt a vezér? Hadd látom. Csak sima general staff. Ugye a Master Sephiroth-ban van az, hogy be lehet rakni a rendes vezéreket. Nézzétek meg ezt az altisztelt! Hát valami elképesztő. Gyönyörű. Félelmetes ez, félelmetesen szép ez a mód. Na, nézzük meg. Hát elfut. Na tűz. Ja, van barázs. Na mivel menjünk előre, hadd nézzem. 159. Ez milyen alakulat? Ez csak valami. Előre visszük az elit gyalogságot. Köszönöm, egy volt is, őt is sikerült. Melyik az? Ez. Hát ez zseniális, na. De olyan szinten zseniális ez. Megint rányomtam. Aha, jó. Ez is volt is őr, tehát ez egy nagyobb egységlétszámkönnyű gyalogos csapat, vagyis hát mi az? Nem hat test, hanem alakulat, na. Na nézzük. Na, van az A-frame. Bár úgyis le fog zuhanni. Ugye, itt a Great War-ral ellentétben nem lesz vér. Ugye ott berakták azért, hogy minimális vér legyen. Itt is el kellene szépen. A szép egyenruhákon szépen mutatni a vér. Kár, hogy ez nem csináltak vérmódot, hogy vér DLC-t. Gyönyörű. És még én elnézést kérek tényleg mindenkitől, én a mai napig nem értem meg azokat az embereket, akik ezekkel a CIA által kitalált ilyen baszott villogó zászlókkal játsszák a totálból részeket. Tehát szerintem annyira illúzióromboló egy totálbor játék, hogy így villognak van azok a nagy zászlók, hogy láthassátok utol az egység. Szerintem felejtsétek el azokat a zászlókat, hát ennyi. Így kell kinézni egy csatatérnek.
Hol, miért kell villogó zászló, meg ilyenek? Hogy lásd, hogy mennyi van a morálja az egységnek. Meg izé, meg... Jaj, édes jó Istenem, de most komolyan, hát nem. Hát most azért játszottuk ilyen játékokkal, hogy... Hogy nem tudom. Én nem értem. Most lehet, hogy bennem van a hiba, vagy sőt biztos, de... Én... Ugye, mint láthattátok, én azt is irritálónak tartom, hogyha rákattintok egy egységre, és így megjelenik alattuk ez kijelölő négyzetek. Ugye a Selection Markers. Annyira fölösleges, hát minek? Semmi értelme. Hogy nem tudok odáig elvinni. Meg tényleg az... Jó, hát persze elhiszem, hogy valakik úgy szeretnek játszani, meg mit tudom én, de... Hát de könyörgök, hát... Most a realisztikusság a lényeg, hogy egy valódi csatamezőt láss. És akkor a Rome 2-t is játszak, ezek a nagyokosok, mindenhol, a YouTube-on nézegettem egy-két videót régebben. És akkor... Ott magyarázsz, hogy... Ott látom az erdőben, ott villog az ászló. Igen. Én ilyeneket a Shogun 2-ben ilyen embereket szarna szétvertem úgy, hogy nekem nem is volt bekapcsolva az ász. Szóval nem értettem. Egyszerűen nem... És tényleg nem voltam képes felfogni ezt. Hogy... Jó, mondjuk a Shogun 2-ben ott... Kicsit más volt a helyzet, de hát akkor is. De lovas ütegek azok tudnak szaladni, úgyhogy lovassuk őket. Hát azt a hatalmas gyalogos alakú, vagy lovas alakulatot, azt egy az egybe be fogom vetni a bal szárnyú. Pontosabban a jobb szárnyú, bocsánat. Hoppá! Ja, és azt hiszem kivették a kameraremegést, úgyhogy nem kell már beavatkozni, akinek nem tetszett véletlenül a kameraremegés. Ugye én az egyetlen ezt szoktam használni, néha ezt a segítséget, ezt a space-t lenyomva tartva ugye megjelenik, hogy milyen egységeket hova állítottam föl. Na ezt szoktam használni, ez egy hasznos dolog, ez olyan, mint hogyha a hadvezér kérne helyzetjelentést a csatáról. Na, ezt még úgy aláírom, hogy ezt mondja el lehet nevezni. El lehet nevezni úgymond realisztikus dolognak, bár ez sem annyira realisztikus, de hát azért mégsem olyan illúzió rombolom, de villagó zászlók meg a folyamatos kék ilyen háromszögek meg mindenféle hülyeségek. Na, ti meg aztán kezdjétek el a lövést. Na, mi? Ez mi? Mozsár? Vagy mi a szar ez? Meddig tud lőni? Csak eddig? Akkor még adjál neki. Ti tudtok? Lőjé. A glorious victory, sir, is soon to be yours. Még el csak ezelőtt a csatamán nyertem, vagy mi? Annyira szép ez a játék. De tényleg annyira kiadott. Mi? Átkarolás lesz. Akkor karoljuk át őket. Mire lőnek ezek a lények? Ja, hát ugye a szokás, nálam mini térképet sikeresen senki, meg ilyenek. Megszokhattátok már. Sir, our general is under attack. Jó, oké.
Sarsek. És már is a békaság galatt a flame. Ez itt hatalmas egy csérkő van szó. Hát igen, itt kell átlátni. Mi van, ez a lovastól mennyire megtörte őket? Running, sir. Hát úgy látszik, hogy nem. Visszavonulás. Visszavonulás. Volt is őrök vissza. A puska hangok. Gyönyörűek. Ungarischen Huszáre. Hát sajnos most a kürasszírokba futottak bele, vasasokba. Úgyhogy azok ellen nem sok esélyt lesz. Our men are running, sir! Mit csináltak itt, szabad kérdezni? The men are fatigued, sir, and must rest a while. Babagosodtunk. The men are fatigued, sir, and must rest a while. De egy filmet nézni, komolyan, elképesztő. Hoppá, ti mit kevertek itt? Lazsálunk.
egy dologra nem jöttem rá, a Shogun 2-ben ki tudtam adni ezt az Inspire parancsot. De itt nem tudom kiadni. De most jó, most már tudom, jó. Csak elnyomtam akkor. Hosszú, véres ütközetek, nem az a nem idefutók, odafutók, hanem sorgyalogság, hullanak az emberek. Ha visszaveszik a fúgon, és akkor már több fény lesz egy több csatában. Nem lesz, nem fog ennyire röcögni, nem fog játszani, majd látni, mi van. Igen, a francia fölény azért nagyon tartozik, hoppá! Hát ez zseniális ez a játék, ez a mód is jó. Bagos. De még mindig nem rom kettő szint. Na mikor lövitek ki a tisztet? Visszavonulás. Az ágyuk is oda lőnek, ahova kell, nem mellé. Határőr. Gránátosoknak nincs gránátjuk, ezt fájlaltam. Lehet, hogy később érben lesz. Hát igen, a mesterséges intelligencia ilyenkor már nem a leghatékonyabban működik, de hát... Ez benn van a pokliba. Az igen, hogy lefordulunk szerencsét. Egyes a Napóleonban jött be, ezt nagyon szeretem képet. Ugye a Napóleonban jött be először. Bár lesz, hogy a jó ugye húzza. A halott lovasát. És a lovat is előtt.
És ennyi. Talán végül is a francia erőfölünk bedarálta őket. Mint egy film, tényleg egy nagyon gyönyörűen megnézett. Ugye még annak idején az Empire-ről írták, hogy az a legnagyobb erőssége, hogy tulajdonképpen egy filmet, egy birodalmi korban játszódó filmet néznél a csatatéren, vagy hát egy ilyen háborús filmet nézel, és itt megvan ez az érzésed. És ennél több nem kell egy játékban, meg egy módban, de mennyivel hangulatosabb úgy nézni, hogyha most majd legközelebb tényleg leveszem a füvet, meg ilyenek, bár tényleg mondom, türelmet kérek ahhoz, hogy tényleg véglegesítsem a gépemet. Már ugye elmondtam előző videókban, hogy nálam ez egy hosszú kitolódó dolog, mert ez nincsen. Tehát én nem a videózásból élek, nekem ilyen gépfejlesztés akár évekig eltarthat, tehát de előbb-utóbb el fogok jutni arra a szintre, ahol stabil 40-50-es frame-mel fogom hozni az ilyen csatákat. Csak nem lesz gond az ilyen ráközelítések, meg nem lesznek ilyen indokolatlan röccenések. Ez mondjuk most nem az én hibám, ez amit láttok, ez ilyen. Tehát ez így fog. Tehát leszünk róla, hogy ne így fussanak. Kicsit belepörgetünk. Mamelukokkal is. Hatalmas a térkép, ezért nem lesz egy hamar vége a csatának. És ugye a mini térkép hiánya, meg ezek. Nézzünk egy szurani rohamot is. Ami ugye nem tökéletes, de hát... Istenem, ennyi baj legyen. Szépen felálltak. Odaér a szurani roham? Nem fog odaérni. Dehogy nem odaér. Miket küldtem? 160 ember. És szóval ennyi. Na nézzétek. Nálam tehát 9400 embernél elég elősen röcög a játék. És most megnézem a grafikai beállításokat. Ugyan már el is rontottam, mert ha belépek, akkor alapból leviszi small-ra. És nézzétek meg, tehát nem is mondhatom azt, hogy valami hú de nagy beállítás, a party defects-et leveszem. És akkor füvet leveszem így. Jó, és akkor ilyen beállításokkal fogom hozni a videókat, meg fogjátok látni. És tényleg már nem kell sok idő, tehát nyár végéig szándékomra áll, sajnos közben jöttek más dolgok. De szándékomban áll megvenni az új procit. Meg ugye a plusz 8 giga RAM-ot, pontosabban plusz 4 gigát, mert elég lesz a 8 giga is. És akkor tényleg az már végső stádium, és akkor összerakom az új gépet, addig nem fogok össze-vissza most belenyúkálni. És amint meg lesz ez így minden meg lesz, akkor télen meg beruházok valami
drága videókártyával, de tényleg valami a felső kategóriásban, ami ilyen közép kategóriásban, és akkor onnantól kezdve lesz majd a csatorna az, amire én szántam tulajdonképpen, tehát az a tényleg ez a full hardcore Total War meg egyéb játék bemutatóknak a csatornája. Ez még csak ilyen bemelegítés volt, ez a 190 videó. Na, hát akkor nem sokára jelentkezem a következő résszel ebből a módból. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!